kívánok! Zoltán 558 vagyok ismét. Elég régen jelentkeztem már, de közben időközben vásároltam több mindent is hirdető oldalakról. Hát van egy olyan, amit most éppen ki akarok bontani, rá is van írva, hogy Orion SL260, egy erősítő. Megnézzük, kipróbáljuk. Hol is lehetem? Nem egyszerű. Közben innen is, meg vannak, is szól a zene. Érdekesen van becsomagolva, remélem az elejére vigyázott. Ez a hátulja a hűtőbort. Na, nem egyszerű, megpróbáljuk. Ez a killódást azt lehet, hogy kivágom belőle. Elvileg jó éles ez a kés, de... A fájtatőn van benne az erősítő. Nem baj. Kéha, a gombok. Bekapcsolód, letört. Azt a 7 centit, mert semmi védelmet nem tett ide a bekapcsolóhoz. Azt a 7 centit neki. Hogy lehet valaki ilyen balfasz? Elnézést a kifejezésért. Megpróbálom vajon kivenni. Bele van taporva a dobozba a gombok. Nem is tudom, nem néztem, a hangerőgomb. Az valahogyan... Az nem az eredeti. Lehet, hogy nem is az erősítő, ami a képen volt. Hát ezt vissza kellem nézni, már lementettem a hirdető oldalt. Én meg le is fényképeztem. Már majd mondom, hogy még mi van. Na, ott ilyen az örök forgós. Hát ez valami más pütykörmény, ez tákolmány tökörmény. Hát itt meg van gyűrődve a doboz. Hát most azért nem veszem, hogy a kamerát körülbelül itt be van nyomorva egy fél centit. A gomb ez nem ér semmit, csak pörög üresbe. Na mindegy, ezzel megpróbáljuk, hogy mit tud. Hát tud egyáltalán valamit. Nem tudom, látszik-e a kamerában, hogy a bekapcsoló gombja az elég is eltekerődtek. De talán azért jó lesz. Na, dugjuk be. Azt mondja, hogy közben az erősítő szól. Bekapcsolom. Azt mondja, hogy dugom a vezetékeket. Kérjének állni, kicsit másképp állok. Naptól függetlenül még jó lehet. Próba. Remélem, még rajt vagyok a kamerán. Ó, a műszerek így járnak. A védelem kikapcsolt. Adjunk rá a hangerőt. Ez nem csinál semmit. Fénykép szerint ezek kéken világítanak, hát én nem világít semmi. Kattani. Védelmi jelez, a műszerek azok megint mozognak. Hát, ez nem szólal meg. Megpróbálj a másik bemenettel. Nem jó, valami nagyon nem stimmel.
Azt mondja, ah, kapcsolom. Ugye? Teljes hangerőm van. Az erősítő nem működik. És le is kapcsolom még, mert valami történik. Most vagy a szállítástól lett próbált, itt csupa gyerek az oldala. Nem is mostani sérülés, megnézzük, itt valami meghúzta, meg ki van gyűrődve, kapcsolókar látszik, hogy hogyan áll, kicsit a szélső is, semmi védelmet nem adott neki. A műszerek mozognak, na ez már akkor jó, ez ennyi. Na, ettől az embert étőlé rendeltem, úgy hirdette, hogy hangszóró párban. És nézzük meg a dobozt, ezt akar, hogy is nézzük, nem bontottam ki, nem is bontom ki. Ebben akar, hogy is nézzük, egy darab hangszóró van. És beszéltem is vele telefonon, egyet küldött el, se visszavásárolni nem akarja, se nem küldeni a másikat. Ügyvédnél már voltam, tájékozottam. Mondjuk úgy, hogy 100%-os esélyem van, hogy ha jelentést teszek, vagy följelentést, akkor megnyerem ellene a pert. Hát egyelőre azt hiszem ennyit erről a videóról, mert volt kartom még más is, csak most egy kicsit fölbosszantott ez az erősítő dolog, mert voltam én közben bolhapiacon, rádiós találkozón is voltam, és vásároltam, mindegy, gyorsan elmutatom. Vásároltam csöveket, eretoncsöveket, elég nagyokat, így kézbe is fogom. Nem tudom, mennyire látszik itt a félhomályban, mert elég gyatra ide a világítás. Ez egy hatalmas kondenzátorcső. Ez meg valószínű, hogy valami trióda erősítő. Mindegyik ilyen trióda csőszerű. Ebben nem biztos. Lehet, hogy valami stabilizátorcső. Megvan egy ilyen kicsi cső. Ez egyszer egy, aha, ez is cső, akkor vettem a csöveket bőrzén, akkor, ja, még egy pillanat, az a kis rádió is küldték a jófogáson, meg kell mondani őszintén, hogy egy kicsit trehányul csomagolták be, szinte semmi bél is nem volt a dobozba, itt kitört a skálüveg, egy ilyen kifli formátum, még ezen az oldalon is kitört, úgyhogy az üvegdarabok benn voltak a dobozba, és visszanéztem a fényképeket, amit hirdetett, a sarka nem volt itt eltörve, itt eltört a sarka, mondjuk nem is csodálkozom igazából, hogyan be volt csomagolva, és még azt a kis rádiót rendeltem ott szembe, na viszont aztán végén azért személyesen mentem el, azzal meg vagyok elégedve, semmi kifogásom nincs ellene. Úgyhogy ennyit egyelőre. Lehet, hogy ilyen kicsit hosszú lett a videó. Hát ez is itt a doboz, szét van egy kicsit szakadva. Na, mindegy, egyelőre ennyit. Akkor viszont látásra mindenkinek.